Kis! Tettél éppen kajára, álmodtam te, személy! Hallod, én nem értem, hogy kerültünk börtönbe? Hát megértettek már a házit! Anya! Mi az Isten? Te kérnem! Most! Börtönbe zártál minket? Igen, mert nem dolgozhatok, nem jártatok iskolába. Hát, az... és akkor mi van, börtön? Kis ötlete volt, azt mondta, hogy nem jössz hajrá. Nem. És képzeld el, Kis még alá is írta a szaktanári intőmet helyetted. Mármint nem kaptam. Most dupla binti jár. Vannak hirdetések, azokat csináljátok. Mi? Vannak ilyen küldetések, azokat csináljátok, nektek csináltam. Nekünk? Küldetés. Nem akarok küldeni, de egyetlen küldetést akarok, hogy elszökni otthon. Ja, minden küldetés után jár egy kis pihi. Jó! Legjobb börtön, anyu! De nagyon fontos, hogy nem vettek ki, mert akkor soha nem szabadulhattak a börtönből. Jó, mamá, lenne, csak engedj ki minket, légy szíves, köszi! Jó! Úristen! Mi a küldetés? Meg kell lenni a sütiket, add nekem is, add nekem is! Nem! Jézusom! Ezek kik, anya? Ezek rabok, Sziasztok! Csátesó! Hallod? Én már itt nagyon veterán vagyok. Hány napos vagy? Dani, kussolj már! Ne, jó van már. Négy éve? Úgy négy éve itt van. Mi? Egy napja, de nem jogi? Én kettő napja. Kussolj el már, most becéloz minket, te szerencsétlen. Na. Mizu anya! Na, akkor... A bácsik is jönnek? Itt van az első küldetés. A bácsik is jönnek? Jöhetnek. Gyertek ti is. Ahjaj. Tudni, most kérdezik, nem jöhetnek. Jó, nem vagyok én cellatársam, én tudom, hogy a cellatársam nagyon szemben. Gyere, várják! Tudod a titkos készfogás, a börtön készfogás. Hopp! Ja, milyen neved? Bocs. Hopp. Milyen neved? Én, PGT Dani, szia! Szia, én Fefe vagyok. Ott a haverom, ez itt az öcsém, így itt Kis. Egy kutya? Igen. Nagyon veszett a srác, egyszer megevett majdnem egy macskát, igazából csak a szőrét, de mindegy. Ja. Hú, de undorító voltál, nem is emlékeztes. Na, akkor beszéljétek meg, én nem fogok segíteni az első kérdésben. Mikor jelent meg a Robban a geng? Július 1 vagy június 1? Jézusom. Azt vágod azt az enyét, Kisem, az nagyon nagy. Azt vágom. De várjál, július 1 az 9 napja lett volna, annál azért régebben szerintem, csak szerintem július 1 előtt, nem? Anya, mi fog történni azzal, aki rosszul válaszolja meg? Meghal! Jó. Akkor én ráthagyom a választást, Dani. Martin, mész előre? Mi a Robban a geng? Én vagyok maga a geng, én vagyok gangster ember. Biztos ide kell jönni, most komoly. Most meghalt, vagy most mi baja lett? Nem mondom meg nektek. Szerintem eltalálta, nem? Hát én nem tudom. Figyeljetek! Én úgy emlékszek, hogy június 1, de nem akarok butaságot mondani. Hát én arra emlékszem, hogy biztos, hogy nem július 1, szóval most vagy kettő rossz válasz van, vagy nem tudom, vagy akkor ez jó. Fel, te szoktad hallgatni? Én szoktam, de most nem október van. Hát... Mi? Most lesz karácsony, nem? Na jó, menj előre, jó? Oké. Oké. Ez szerintem jó. Jövünk. Tudtuk tesó. Mi ez? Egy kar. Ja. Kar. Egy kar. Mi ez? Szerintem ide kell lerakni. Jutottunk! Eltökön elére. Nem oda kell, gomb. De most tudom, hogy az első küldetés teljesítettétek. Kis! Jó. Mi? Beakadtam az ajtóba. Mi van? Nyugi, túléltük. De most kimentek az udvarra. Nyugodj már, nyugodj már! Kimehetünk az udvarra! Hú-hú. Igen! Azt a mennyi cucc! Jézusom! Két napja nem szívtam friss levegőt! Hát... ja... Mit lehet itt csinálni? Csak edzeni lehet? Na jó van, Kis, gyere, mire gyúrunk? Hát ja. Igen, bemegyek dolgozni a számítógépen! Akkor értem, hasra gyúrunk, jól van? Adjál már még csokisat! Nehet meg az összes csokisat! Minden csokisat! Kettő csokis volt, és ezek már kettőt megettél! Na jó, akkor belejön, én kizökök! Ne, vigyázz a szöget zsótokra! De amúgy várjál már!
Engedi szerinted a gyámhatóság, hogy szöges drótokkal kerítsen be minket, anya? Ott, jó, ott lehet, hogy igen, mert ott nincs. Jogos, nem tudom, fura ez. Várj, állj ide, állok a fejedre. Jó, gyere, gyere. Köszi a kekszet, köszi a kekszet. Ne, tesó. Nem áll. Nézd, na jó. Hagyjuk is, elegem van. Gyerekek, megcsináltátok a házit? Házit? Hát már nem megyünk egy ideje suliba, amióta itt vagyunk. De én adtam nektek feladatokat. Ha jól emlékszem. De miért, hogyha nem járunk suliba? Én megcsináltam, kis, nem csináltam meg, Bibi. De miért csináltam, fekedem be a házit? Sziasztok, valaki jön velem játszani? Hát szerintem most... Te megcsináltad a házit? Igen, csak is keksz, az házi. Nem, rossz válasz. Mindenki bemegy a saját cellájába. Gyertek, gyerek is. Ember. Komolyan mondom, de várjátok már, most már csak egy hárman vagyunk, mert most már egy valaki meghalt, nem? A küldetésbe. Én nem tudom, hogy kell a kart kinyitni, nem megcsökni akartam. Nem, te most nem Danival leszel, mert gondolom megint hülyéskerni fogtok. Gyere a másik cellába. Kész! Kész! Gyere vissza! Kis, egy kopogás azt jelenti, hogy igen, kettő azt, hogy nem. Jó? Aha. Ja, tudunk beszélni, mindegy. Jól van. Ez most mit jelent? Ez kicsit már sok volt. Na, jól van. Viva, viva, ne, nyugi már! Alszunk, bocsánat! WC-zek! Aludjatok! Na jó van, aludjunk srácok, mert holnap megint jönnek a küldetések, és ahogy látom, csak egy ember élheti túl. Szóval, vagy egy állat. Ne, inkább ember. Na jó, hogy nehéz lesz aludni. Farkas, ilyes vagyok! Ember! Rossz reggel, gyerekek! Szia, anya! Rossz reggelt! Rossz reggelt neked is! Megjött a reggeli! Reggeli! Azaz! Én is akarok! Jézusom, szerintem inkább ne akar. Srácok, krumplipüré van fasírtal, azt hiszem. Mondjuk azt. Hát, kicsit érdekes. Megjött a reggeli! A múlt évben. Azért zöld, mert füves? Mert friss. Ja. Friss? Jézusom. Igen, nagyon friss, a múlt évben sőt. Mi a második küldi, anya? Gyertek, meglássátok. Jaj, Istenem. De kis, figyelj már, össze kéne dolgoznunk, hogy érted, mind a ketten túléljük. Tudom, hogy csak az egyikünk fogja túlélni, de legalább érted, tudod, ki essen ki hamarabb, mint mi. Megoldjuk. Ki esik ki? Semmi. Nem mondd már. Én nem fogok kiesni, én nem, jó vagyok. Nem, te fogsz nyerni, csak hallgass meg. Tudom, van azért egy vagyok ötletünk. Itt a második kihívás, rajzolnatok kell. Oh. Egy gyémánt kardot, na hajrá! Itt a pénzt nyissátok meg, aztán rajzoltok egy gyémánt kardot, és ellenőrizni fogom. Jó, csinálom. Úristen. És nem láttak itt. Kis, tudod, hogy néz ki egy gyémánt kard? Vágod? Nem. Jó, mindegy. Így valahogy. Jó, így oldalasan, oké, és így fából, de nincsen faszin, aj ember. Nem van! Jó, átlakítom. Keverni a színeket. Én is rájöttem. Jó, várjál. Az micsoda, én olyat nem tudok. Ja, semmi, a lényeg az, hogy ha arra pirosra mész rá, ami úgy néz ki, mint egy radír, az nem az, és azzal végig csinálod, akkor barna lesz. Eltűnt. Na várjatok. Igen, kicsit nehéz. Úristen, jó van. De so, milyen színű a barna? Hát, barna színű. Jó, azt hiszem, hogy megvan. A gyémant az ilyen sárga színű? De majd nem képtek le, hogy meg tudjam nézni. Jó. Úristen, de menő lett. Jó van, azt hiszem, hogy jók vagyunk is, srácok. Jó, oké, mondjuk azt, hogy ez ilyen úgy menő lett. Jó, mentés. Odérem, hogy Dani. Jó, lementette, vagy most mi van? Lementettem, jó. Kész vagyok, anya! Megvárom. Még én nem, még én pári.
Én is kész vagyok, nagyon szép színű. Gyerünk már kis, mert mindenki kész van. Jó, oké. Save, kis. Na, jó van. Elmentettem. Úristen, nézzük, hogy mik vannak. Jól van, oké, okay, hát ez, mi, ez kicsit... Mit röhögsz? Semmi, kicsit érdekes lett. Úristen, jó, kis és jó lett. Jól van. Én nem tudom megnézni. Szerintem kis sima amúgy, csak szólok. Remélem. Ezt szerintem nagyon nyertem, szép színes lesz, sárga. Igen, nagyon az jó az lett. Az arany, nem? Az a gyémán szín, nem? Igen. Sárga gyémán. Akkor jó. Úgy van. Na, akkor mindenkit előriztem. És én nyertem. Enyém lett a legjobb! Most mi lesz vele? Tuti büntit kap! Nem láttatok semmit! Gyertek, megyünk medencézni! Én nem szeretnék medencézni! Nehogy nem! Megtanítlak úszni! Esik az eső, medence! Lefolyik az arcomon! De jó! Medence! Szabadság lenne! Gyerek is, ússzunk! Minusz 50 fok az ez a vízben! Nyugi! Anya! Én lehet most inkább bemennék! Összetakarítanám! Igen, összetakarítanám a szobámat! A cellámat akarom mondani! Jó, gyerek is! Bemegyünk előre! Anya, lehetünk most egy cellában? Amiért beütöttetek? Nem. Ne. Mi? Mi? Amiért jó, megrajzoltátok, azért nem. Szóval külön szállában vagytok. Jó, szia kis. Nani, most menj te, jó voltam. Nem hiszem el. De most mi az Isten? Hol van itt? Miért van itt orosz kis neve? Ő a WC? Vagy nem tudom, ez kicsit fura. De jól van, de várjatok már. Ez az azt jelenti... Értem. Ez azt jelenti, hogy holnap én meg kis fogunk megküzdeni, és amelyik ünnyere, azt fogja túlélni? Kis, figyelj már ide! Mondjad! Ha ketten egymás ellen játszunk, melyikünk fog nyerni? Én. Mi van? Biztos, én. Hogy nem! De, biztos, hogy de. Miért te nyernél? Én is azt is csak hogy melyik jöttök a jobb, ezt éjfélkor fogjuk megvívni. Jézusom! Két óra múlva. Jó, van, gyerünk kis, aludnom, de nem kis, maradj fenn sokáig, akkor már minek aludni, érted? Na jó, van, még két óra tudok aludni. Jézusom, mi van már? Nincs is reggel. Meg fogjuk vívni a csatát. Jelkajak, úristen. Gyerek is, úgyis én fogok nyerni, de azért megmutatom neked. Én fogok nyerni. Várom, hogy most vigyem, Tom, feladhatod, vágod. Itt van, a negyedik küldetés. Itt turni szólnatok kell. Én, anya, én járok suliban, nem úgy van, hogy 1, 2, 3? De neki anyának van igazán jobban tudja. Jó, bocsánat. Csinálj 4 darab turmixot, keresd meg a receptkönyvet. Mi van? Várjátok már. Hol? Hűtő? Jó. Most ez hogy működik? Én nem tudom. Kis, te találtál kaját? Kaját azt találtam, de receptet nem. Jó, én sem találtam receptet. 4 dinnye 2 alma. Kis... 4 dinnye 2 alma? Ha adsz nekem a dinnyét meg almát, akkor segítek neked. Vagy most ki csinál több turmixot, hogy ez hogy működik? Én nem tudom. Jó, nem tudom, mindegy. Jó? Igen? Nem kaptok segítséget. Jézusom. Jó? Úristen, 16. Jézusom. Jó, oké. Micsoda? Olyan nincsen! Hé! Megy, gyerünk! Jó, nem, ez az én turmixom, ez is megvan, jó? Úristen, Jézusom. Jó, itt van egy turmix. Még egy turmix kell. Meghoztam, hogy melyik a finomabb. Még egy sütiséket kell csinálni. De hol van süti? Nálam van süti, ez az. Kis, de hogy kell csinálni? 2 sütiért elárulom. Nem. 2 sütiért elárulom. Nem, döljön el ebből a 2 turmixból, ki a jobb. Jó, oké, legyen. Akkor
Elveszem a poharamat. Na, na, melyik a jobb? Gyerünk, teszed le, nézzük, nézzük, nézzük! Úgy van, itt meg az enyém, ez nagyon finom, gyerünk. Nagyon finom. Én is kérek, én is kérek. Én is! Akarom inni a sajátot, nagyon finom. Dani, finom. Úgy látszik, jól megtanítottam. Ne, persze. Ez almás zsignis, turmix a legfinomabb fajta. Még a papagáj kér belőle, látod? Ez ilyen prime-os vegyület. Hát mind a kettő, kis egy kicsit rosszabb. De hát ez ennyi pisze még a papagáj is! Hát, itt kb. Mind a kettőt kédöntettem. Szóval egy harccal fogjuk lezárni, PvP-ben. Micsoda? Mi van? De, én nem akarok PvP-zni. Nem evés, mindegy, hagyjuk. Nem is ezélek bele. Figyelj kis, tudom, hogy egymással ellen harcoltunk, meg utáltuk egymást, de ki kéne szökni? Ja, csak valahogy kérjük meg, hogy mi itt nem tudunk ezt túl. Szóval, igen, megyünk már, igen, csak a háziról beszélgettünk. Ajajaj, ajajaj, de jó, úgy, de jó. Igazából, várjál, Dani, nekem vagy, nem tudom, hogy szerintem elég jó ötletem. Mi lenne, hogyha... Figyelj kis. Hát, igen, igen. Figyelj kis, jó, gyere majd háromra, jó? Na, ja, menjem. Oké, okay, készen állunk, anya? Oké, visszaszámolok háromtól. Jó, oké. Három, kettő, egy. Anya, meg a goly, jó. Úristen, a papagáj kinyitotta a izét. Gyere kis, meneküljünk. Csónak. Menjünk. Gyere már! Jó van már! Gyerünk! Irány kis a Karib-szigetekre! Hát itt legalábbis a Vörös-tengerben. Nem vagy a Balatonban, nem tudom ez hova megy. Vissza.